Összefogtak a vidéki karate egyesületek, ugyanis egy liga versenysorozat indult Magyarországon, melynek célja, hogy motiválja, mozgásban tartsa a fiatal sportolókat. Ennek okán határozta el a Bálta székese elnöke, hogy szeretné erősíteni a vidéki karatét közös válogatott edzések során. A közel 60 fős dombóvári karate klub legjobbjai is részt vettek a vidéki válogatott tréningen. Az egyesület vezetője azt mondja, ezek az edzések minőségi felkészülést nyújtanak a fiatal tehetségeknek. Az itteni edző vagy vezető, a Nagy Ákos, az évek óta nagyon jó ismerősünk. Évente az Ákos szokott szervezni, rendezni jó pár versenyt. Ezekre meghívott bennünket, mi jól éreztük magunkat, és pozitív élményt éltek át a gyerkőcök és az őket elkísérő szülők, és ez a kapcsolat az egyre barátibb lett, és hát ezért most ennek a meghívásnak sem tudtunk ellenállni. Ez egy nagyon jó dolog, úgy gondoljuk, itt a vidék válogatottnak egy összetartó esemény, ez a délvidéken karatéval foglalkozó nagyon jó tehetségű, tehát a top kategóriába tartozó vidéki egyesületeknek, a versenyzőinek ez az összejövetele, és főleg ebbe a ominózus járvány időszakban, amikor még az is probléma sok esetben, hogy hogyan tudunk az egyesületek résztvevő számára edzéseket tartani, és hogyan tudunk minőségi munkát végezni. Itt megvan minden alapja mindennek, hogy a körülbelül jó pár környékbeli egyesület kiegészítve egy-két paráti egyesülettel, Szarvasról is jönnek, illetőleg Budapestről is vannak. Tehát az ő top versenyzőikkel egy minőségi munkát, egy felkészülést tudunk végezni, arra való tekintettel, hogy hát reménykedünk, hogy ez a járványhelyzet ez előbb-utóbb a pozitív neve ellenére negatívvá fog változni, és mindenki vissza tud zökkenni a hétköznapi sportmunkába. Körülbelül olyan 60 főt közelíti a taglétszámunk, jelenleg a vírushelyzetre való tekintettel csak a versenyző státuszú gyerekek vagy tagok tudnak edzésekre járni, gyakorlatilag ők, akiknek a Magyar Karate Szövetségben, Magyar Karate Szakszövetségben regisztrált versenyengedélye van, ez a 60 főnek körülbelül a fele 31, úgyhogy bizonyos korlátozások mellett a 31 főnek van edzés lehetősége, a többiek pedig várják a jó szerencséjüket. Szabó Csaba azt mondja, szükség van a versenyekre, és arra, hogy sikerélményben részesüljenek a sportolók. A legnagyobb cél, ami azt hiszem, hogy rajtunk kívülálló dolog, hogy ez a fránya vírus helyzet ez eltűnjön, ne zavarjon bennünket, mert a tavalyi évben rengeteg verseny, a versenyek zöme az elmaradt. Korábban 19 versenyen voltunk 2019-ben, ez a tavalyi évben ez 6-ra csökkent, és hát valahogy a gyerekeknek a motivációját a nagyon kemény edzésmunkák mellett az adja meg, hogy kapnak egy visszajelzést, hogy az ő tudásuk az edző terem falain kívül az mit ér, tehát össze tudják mérni hasonló képességű más sportolókkal, más gyerekekkel azt, amit úgy gondolnak, hogy jó, és ott kapnak egy visszajelzést arra, hogy most arany, ezüst, bronzérmet szereztek. Na most, ha hosszú időkön keresztül nincs ilyen visszajelzés, sőt, még aki nem versenyzői státusz, vagy még nem is járhat edzésre, ez a sportolástól fogja elvenni a kedvét, és hát marad neki az a nem kívánt lehetőség, hogy ő otthon a tévét nézi, a videót nézi, vagy a számítógépet, a notebookot, telefont nyomkodja, és hát nem hiszem, hogy ez lenne a cél itt a jelenlegi döntéshozóinknak. Vannak érmeseink, világbajnokaink utánpótlás kategóriában, jelenleg is a 6 gyerek, aki jött velem, 13-14-15 évesek, valamennyien világbajnokságon érmesek, tehát ők itt a legjobbjaink, ők a magyar válogatottnak a tagjai, tehát az a cél, hogy ez az élet ez kis hazánkban, és hát azon kívül Európában, világviszonylatban valamilyen szinten elinduljon, még akkor is, hogyha bizonyos korlátozó dolgokat be kell tartani, fertőtlenítés, és így tovább, és így tovább.